az álomherceg legendája. Hol volt, hol nem volt, réges-régen. Élt egyszer egy leányka, aki szinte még kislány volt. Játszadozásra azonban már régóta nem gondolhatott. Hiszen minden nap keményen kellett dolgoznia azért, hogy népes családját eltartsa. És mint tudjátok, a favágás nem éppen könnyű munka. Lehetnél egy kicsit könnyebb. Te meg lehetnél egy kicsit erősebb. Ne aggódj, fejsze, hamarosan az leszek. Miért nem édesanyádat küldöd? Ő erősebb nálad. Mert nincs jól, és mától én dolgozom helyette. De ha együttműködünk és megpróbálsz könnyebb lenni, akkor mindkettőnknek jobb lesz. Attól nem lesz jobb annak a szegény fának. Á, te szóltál hozzám. Kedves öreg tölgy, már te is kezded. Mindjárt itt a tél, és ha nem tudom eladni a fát a városban, akkor mi lesz a testvérkéimmel? Anyukám nagyon beteg. Édesapám pedig régen meghalt. Tudom, tudom. De édesapád és édesanyád legalább tudták, hogy mely fákat vághatják ki, és melyikeket nem. Akkor mutasd meg nekem ezeket a fákat, a többit nem bántom. Jó, akkor kezd azzal a kisfával ott szemben. Már alig várja, hogy valaki végre kívánja. Köszönöm, öreg tölgy. Jó, hogy van egy ilyen barátom az erdőben. Így legalább nem vagyok olyan egyedül. Én is örülök, ha néha elbeszélgethetek valakivel, te pedig fiatal és talpra esett vagy. Nagyon sok hasznos dolgot taníthatnék meg neked. Ez az, ügyes vagy, csak egy kicsit magasabbról. Ne egyenes ütésekkel, elmagyarázom. Kicsit erősebben. Várj csak, még azt sem tudom, hogy hogy hívnak. Alicea vagyok, de mindenki csak... Műrjeke, műrjeke, szóval így hívnak. Várjatok, várjatok, egy hat sem értek. Egyszer csak egybeszéljen, ki jött meg? A király katonák. Kurdok király visszatért a háborúból. Már az erdőszínű. Hányszor mondtam, hogy ne hagyjátok el a házat. Édesanyát meg egyedül hagytátok. Ti hozzátok a kocsit, gyorsan! Gyorsan! Gyertek, arra van egy rövidebb út. Ti a kocsival menjetek az ösvényen, én itt átvágok. Ki apádat? Nincs vesztegetni való időnk. Apám meghalt. Ó, valóban? Nem rossz kifogás, gyáva alak, a lányát küldi ki. Mondd meg neki, hogy azonnal jöjjön ki, vagy nagyon megbánja. Már nem. Ebben a sírban fekszik. Egy vihar során belecsapott a villám, miközben a családjáért dolgozott. És most ki dolgozik? Én. Ugyan, meséld valaki másnak. Hagyja békén! Ez az összes téli kincset. Hol vannak az állatok? Hová rejtettétek őket? Édesanyám nagyon beteg, ne kiabáljon. A testvéreim még nagyon kicsik, megijedhetnek. Fogják, ami kell, és menjenek el. Te parancsokat mersz osztogatni a király katonáinak? Na majd én... Megállni! Nincs időnk ezekre az ágról szakadtakra. Igaza van. Elnézést, felség. A hadsereg letáborozott. Ti elkísértek engem a palotáig. Nem akarok még egy éjszakát elvesztegetni. Már csak 3 napi járásra vagyunk.
Kettőre fel sem. Hallgass! Hogy merészhez megszólalni, ha nem kérdeztek? Hagyd békén! És te? Hogy merészelsz ellent mondani? Idén hamarabb elolvadt a hó a hegyekben. Így semmi nem állhatja útjukat. Hallottad? Már alig várom, hogy otthon legyek. Évek óta nem láttam a fiam, és így egy nappal hamarabb érünk haza. Gyerünk, induljunk, útra fel! Tartsd meg a készletedet, ma megúsztad, kislány. Legközelebb azonban vigyázz a szádra. Remélem, hogy nem lesz legközelebb. Fiam, te milyen lesz győzelmem igazi jutalma? Már alig várom, hogy lássam. Biztos olyan derék, mint felséged. Türelmetlenül várom, hogy lássam harcos fiamat. Ha rám hasonlít, vad, kegyetlen és könyörtelen, megfékezhetetlen. Damien! 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 Itt vagyok, anyám! Láttak egy szakaszt a hegyekből a palota felé érkezni. Apád velük volt. Tényleg jönnek haza? Akkor nincs sok időm. Mit csinálsz, fiam? Épp a neki írt dalt fejezem be. Majd legközelebb befejezed. Most menj aludni. Késő van. De nem vagyok álmos. Holnap vedd fel az ünneplődet. Azt az idétlen páncélruhát. Én ebben érzem jól magam. Anyám, kérem, most hagyjon engem zenélni. Azt mondod, a zenéjét is te írtad. Igen, most tanulom a zeneszerzést. Azt akarom, hogy apám büszke legyen rám. Nekem nővérkém. Én is kérem. Én is sokat. Adsz még egy kicsit. Tessék, várj, hadd adjak a többieknek is. Élje be! Nővérkém, adjál nekem! Élje be! Jaj, ne maradkodjatok, nem tudtok egy percre mitom maradni. Élje be! Mit csinálsz, ez anyáért elég legyen, gondolj rá is. Ma nagyon bátor voltál, Alicia, de vakmerő is. Hagynod kellett volna, hogy én beszéljek velük. De anya, hogy csináltad volna? Most inkább egyél. Szerencsére a király nagyon sietett haza a fiához. Szeretnék a király fia lenni. Szerintetek milyen egy királyfi? Biztosan egy elkényeztetett gyerek, aki annyit eszik, amennyit csak belefér. Egy arrogáns, barátságtalan kisfiú, aki mindig parancsokat osztogat. Ez csodás, de jó lehet neki. Nagyon. Én meg azt mondom, hogy elviselhetetlen gyerek, aki egyedül képtelen boldogulni az életben, meg aztán egy ilyen apától. Ti nem láttátok a királyt? Én igen. Milyen volt? Mondd el, hogy milyen volt! Magas, jóképű és bátor. Szemében azonban izzott a gonoszság és gorombaság. De nem is ölt meg téged. Miért kellett volna megölnie? Gyerünk, ideje aludni. Gyerünk, késő van. Még nem akarok aludni. Utat! Adjatok utat! Itt jön kurdok! Visszatért a királyotok, hajoljatok meg előtte! Visszatért a király! Hol vannak az udvari méltóságok? Hol a királynő? Így kell fogadni hős királyotokat? Győzelmet hoztam nektek! Fiaitoknak! Rabszolgákat láncra verve! És így üdvözöltök engem! Üdvözöllek, uram! Egész éjszaka izgatottan vártam érkezésedet. Jobb lett volna, ha helyette a fogadtatásommal törődsz. Vagy közben megtanítottad népemnek, hogy csak téged szeressen? Néped tisztel téged! Csak fél kimutatni szeretetét irántad. Mitől félnek? A királyuk vagyok. Tehát hatalmamban áll dönteni sorsuk felett. Ezért tartanak tőled. Bármit is csinálnak, félnek, hogy hibáznak. Akkor ne csináljanak semmit. Nem érdemlik meg a szeretetemet. Hol van a fiam?
Forró fürdőt készítettem elő számotokra, utána pedig éjszakába nyúló mulatozás vár rátok. Azt kérdeztem, hol van Demian? Hol van az én kis harcosom? Azt gondoltam, előbb talán szeretnél lepihenni egy kicsit. Azonnal küld ide, meg akarom mutatni az embereimnek. Igen. Látni akarjuk jövendőbeli vezérünket. Ezt a győzelmet királyunk neki ajánlja. Érte csináltam. Így van, miatta győztem. Akkor gyertek, a többi fiatallal edz az udvaron. Hallottátok? Gyertek, gyertek, így legalább már is látjuk harcolni. Demian, gyere szépen, kicsim, üdvözöld apádat. Ő lenne a fiam. Üdvözlöm Önöket, apám. Fogadják el tőlem győzelmük és visszatérésük tiszteletére. Mi ez? Egy versesének, amit Önöknek írtam. Hogy megörökítsem hőstettüket. Az esti mulatságon eléneklem Önöknek és a népnek. Mit csinálsz te a mulatságon? Eléneklem a versemet. Te írtad ezt? Igen. 5 évig csatáztam a fiamért, és közben költőlek belőle. Ne, apám, miért tette ezt? Hadd lássam az izmaidat. Ilyen teste kell legyen egy fiatal harcosnak, akinek páncélban kell járnia. Mit műveltél a fiammal? Lányt csináltál belőle? A fiunk tanult, ír, olvas, verset ír, és zenét szerez, és tud számolni. Ez lesz a versek sorsa. Istenem. Holnaptól kezdve én foglalkozom vele. Majd én férfit faragok belőle. Sajnálom, Demian. Széttépte. Nem számít, anyám. Úgy is tudom fejből. Alicia! Alicia, hol vagy? A szalmát takarja be. Mindjárt itt a vihar. Nem akarom, hogy kint legyen éjszaka. Veszélyes. Tudom, én is mondtam neki, de ismered a lányod. Nem hallgat senkire. Kimegyek és behívom. Ne, Isten, ments, maradj benn. Nem akarom, hogy te is kimenj. Nővérge! Nővérge! Azonnal csukd be, megőrültél. Azt akarod, hogy megfázzanak a többiek. Anya azt mondta, hogy azonnal be kell jönnöd. Ahogy befejeztem, bemegyek. Most csukd be! Nem félsz? Félni? Mitől? Csukd be azonnal! Az egyetlen dolog, amitől félek, a vihar. Van ott valaki? Ki járkálhat ilyen viharban az erdőben? Csak képzelődöm. Haló? Van ott valaki? Húj az ágyba! Biztosan átfagytál odakint. Aludj csak, anya. Minden rendben. A szalmát betakartam. Most már akár mekkora lehet a vihar, nem jedek meg. Láttam valakit az ablakban. Csak képzelőd. Fejezd be és aludj tovább. De ott volt, mondom, hogy láttam. Csönd legyen, felkelted a többieket, azonnal feküdj vissza. Ott volt egy férfi, láttam. Nincs senki odakin. Látod, hogy igazam volt? Ne nyisd ki! Lehet, hogy csak egy ág csapódik az ajtón. Ne, kicsim, maradj itt! Ne nyisd ki, ne! Ne! Nyissák ki! Nyissák ki egy szegény vándornak! Eltévedtem, éhes és szomjas vagyok. Ki maga? A palotába tartok, de az erős vihar utamat állja. Kérem, könyörüljenek meg rajtam. Csak egyetlen éjszakára szeretnék meghúzódni a házukban. Ne tedd! De fázik,
és éhes is. Nem hagyhatjuk odaki. Gyorsan jöjjön! Kérem, halkan beszéljen, mert felkelnek a testvérkéi. Elnézésüket kérem a zavarásért. Talán már ágyban voltak. Nem, még nem aludtam, de az édesanyám nagyon beteg. Nem leszek hálátlan, kisasszony. Ígérem. Csak szeretnék egy kicsit felmelegedni. Esetleg éjszakára meghúzódni, és valami meleget enni, ha nem okoz gondot. De csak aludj, anya, én felmelegítek egy kis levest. Itt megpihenhet. Sajnálom, hogy nem tudunk többet szolgálni. Már ez is nagy segítség. Köszönöm, kedvesem. Köszönöm. Hogy hívnak? Mindenki csak nővérkének hív. És magát? Ó, engem nagyon régóta már sehogy sem hívnak. Tudod, egyedül élek. Egyébként a nevem Azaret. Mindig ilyen nőt akartam. Formás. Asszony, tudod, mivel engesztelhetsz ki? Igazi szépség. Mióta nem volt dolgotok ilyen vadító nővel, ha? Idejét sem tudom. Miért nem veszed le a pályát? Gyere ide hozzád! Gyere! Miért nem veszed le a pályát? Diomira, mit szólnál, ha azt mondanám, hogy több feleséget akarok? Azt teszel, amit akarsz. Mindig is azt tetted. Soha nem érdekelt, mit érez a másik. Bántana, ha megcsókolnám? Csak őt bánthatná. Nincs nő, aki nekem ellenállna. Mi ez? Valami tréfa vagy sértés? Egyik sem. Visszatérésed örömére komédiásokat hozattam ide ünnepelni. Vannak közöttük akrobaták, bűvészek, a világ legjobb cirkuszaiból jöttek. Egy szakállas nő? Ez lenne a jutalmam? Ha rólad ám, rosszul leszek! Honnan jöttek ezek? Mondd, hogy csak egyszerű tréfa. Vagy így állsz bosszút? Takarítsd el őket a szemem elől! Látni sem bírom őket! Furcsa! Te, aki annyi szörnyűséget láttál, félsz ezektől a szegény komédiásoktól? Vigyázz, Kurdok! Az istenek és a szerencse védik őket! Majd én megmutatom nekik, hol ér véget a szerencséjük! A Kardom hegyén! Takarodjatok a szemem elől, szörnyek! Kifelé! Elég ebből a zenéből is! Kifelé! Tűnjetek innen! Mindenki kifelé! Senkit nem akarok közületek látni! Mi olyan vicces? Elég ebből a zenéből, azt mondtam! Hagyd a barögést! Vagy esküszöm, most röhögtél utoljára? Nem felségeden nevettünk, hanem csak rajtuk. Ez a szerencsétek. És most csönd! Mindenki csöndbe legyen! Egy pisszenést se akarok hallani. Fejezzétek be csöndesen az evésívást, aztán ti is takarodjatok innen! És ami téged illet, Diomira, honnan jön ez a zene? Zavard el azokat a zenészeket! Ezek nem ők, hanem Demian.
Elég ebből a kornyikából! Soha többet nem zenélhetsz! Ne kérlek! Ne tedd! Ne, apám! A zenét szeretem a legjobban! Mától nem szereted többé! Mostantól azt fogod szeretni, amit én mondok! Elég ezekből a könyvekből, papírokból! Elég a rajzokból is, írásokból is! Elég ezekből az ostoba versekből is! Nem azért van, fiam, hogy költő legyen! Én egy harcost akarok! El! El a szemétbe ezekkel! Csak fegyvereket akarok látni idebent. Nem könyveket, nem ezeket a lányos dolgokat. Tédd szét a könyveket. Törj össze mindent. De hozzá nem nyúlhatsz. Nem, anyám. Mert úgysem tudja kiirtani, ami bennem van. Csak várd ki a végét. Meglátod, mire vagyok képes. Tudom én, hogyan változtassalak meg. A holnapi naptól férfit faragok belőled. Igen, pont amilyennek gondoltam. Amellett, hogy erős és kedves, még szép, édes és energiától duzzadó is vagy. Erre az energiára van szükségem, hogy megfáradt öregségem ismét erőre kapjon. Az enyém leszel. Enyém. Gyerünk, fiam, magasabbra, gyorsabban! Magasabbra! Ugor, gyerünk, gyerünk, gyorsabban, gyorsabban, rajta, folytasd, gyorsabban, magasabbra! Kelj fel! Még egy sánta is ügyesebb. Még ugrani sem tudsz. Nem vagyok szöcske. Pedig azzá kell válnod. Gyerünk, ugorj! Nem azt mondta, hogy férfivé kell válnom? Mint egy szöcske, mint egy szöcske! Nem tudtam, hogy a férfi és a szöcske hasonlítanak. Itt csak fájdalmat okozol neki. Az én fiam. Úgyhogy azt teszek vele, amit akarok. De az enyém is. És nem akarom, hogy olyan legyen, mint te. Jó, és akkor mi van? Mióta érdekel engem, hogy te mit akarsz? Már elfelejtetted, hogy csak egy rabszolga, egy háborús zsákmány vagy? Ha azt mondom neked, hallgass, akkor csak hallgass! Hagyja békén az anyámat! Gyerünk, fogd meg! Védd meg magad! Ne, ne nyújj hozzá! Dehogy nem! Rajta! Gyűlölsz, mi? Ez az, így tetszel nekem! Gyűlölj csak nyugodtan, ha ettől haragra gerjedsz! Gyerünk! Viselkedj férfiként és támadj meg! Harcolj, gyerünk! Küzdj! Rajta! Ezt akarja látni? Azt hiszi, hogy nem értek a kardforgatáshoz? Ez az tökéletes, nagyon jó! Így tetszel nekem, haragudj csak! Ezt akarom látni a szemedben! Én viszont nem! Ha ettől lesz valaki férfi, akkor inkább szöcske maradok! Mit akar megvenni? Nem mit, hanem kit akarok megvenni, a lányát. De a lányom nem eladó. Jól van, többet kínálok érte. Ebből a városba költözhetnek. Vehetnek egy házat, és életük végéig nem kell nélkülözni. Mit számít egyel több vagy kevesebb gyerek? Már így is sokan vannak. Fogja a mocskos pénzét, a lányom nem eladó! Már nagyon régóta kérem, és ajánlok magas árat érte, holott sokkal kevesebbért is az enyém lehetne a lánya. Ingyen is megkaphatnám. Ingyen mi? Szóval mindössze ennyie van. Kifelé a házamból, kifelé, kifelé! Soha többet nem akarom látni, takarodjon!
Vigyázzon, asszonyom! Azeret vagyok. És amit akarok, megszerzem. Jó. Mi volt ez? Egy nagyon különös, gyors és meglepően erős szél. De csak melletted süvített el. Nekem még csak a közelembe se jött. Hát, most nem érek rá vele foglalkozni. Mindjárt lemegy a nap, és még legalább egy fát ki kell vágnom. Hé, öreg tölgy! Most nagyon kemény fát választottál. Különös. A mindenit. Úgy tűnik, nem akarja, hogy kivágjam. Talán túl fáradt vagy. Vágd le annak az ágait, amit már kivágtál. Igazad van, későre jár, és nincs sok időm. Bocsáss meg, kis fejszém, de vár ránk még egy kis munka. Kezdjük ezzel az ággal. Kezdjük! Nem, ez nem az én hibám. Én mindent beleadtam. Esküszöm neked. Én is. De mi történik? Te tudod? Pont tőlem kérdezed? Honnan tudjam? Elnézést! Mintha átok lenne, talán az előbbi szél... Átok ellenem? De miért? Ki akarhat nekem rosszat és elnézést, de mi rosszat tettem? Hadd gondolkozzam. Nem, ő nem lehet. Ez nem az ő területe. Kire gondolsz? Csak egyetlen igazán gonosz, vele ég romlott, és mindenkinek ártó varázslót ismerek, aki képes lenne ilyet művelni. Ő azonban a sötét völgy kastélyában él. Sötét völgy? Kastély? Hol vannak? Nagyon messze innen. Ezért nem hiszem, hogy a jó öreg Azareth műve volt, soha nem jön ide. Azareth, azt mondtad? Így hívják? Igen. Miért? Akkor egy percet sem vesztegethetek. Tegnap éjszaka nálunk járt. Biztos, hogy egy gonosz varázsló. Még hogy gonosz? Arra nincs is kifejezés. Jaj, ne! Anya és a kisöcseim egyedül vannak vele. Ne haragudj, öreg tölgy, de mennem kell. Vigyázz, nehogy ellent mondj neki. Nagyon bosszú álló. Nem utogasd magad, tűzokádó, inkább pakolj össze. Sokat kellett gyakorolnom. Itt a palotában be sem mutathatom a számomat. Örülj neki. Én bemutattam, és hidd el, nem volt kellemes. Tessék. Nézzétek! Nézzétek! Menjen érkeznek! Gyerünk! Mozog! Gyorsabban! Mozog! Gyerünk! Bódulj! Ne sajnáltasd magad! Gyerünk! Most látjátok, mi vár arra, aki megszökik a börtönömből. Hol a fiam? Itt van, felség, érkezik. Maradj nyugton! Megbüntetheted ezt az embert. Mit akar, mit tegyek? Korbácsold meg! Én? Miért? Mert így megtanulod, hogyan tiszteljenek. Engem már most is tisztelnek. Én még soha nem korbácsoltam meg senkit. Üsd meg, ez parancs. Gyerünk, üsd meg! 30-szor! Nem, nem tudom. Tökéletes. Egy gyerek, aki ellenszegül utasításomnak a nép előtt. Mint egy lázadó. Nagyon jó. Ha nem akarod megkorbácsolni, akkor te kerülsz a helyére. Engedjétek el! És kötözzétek ki a fiamat! Most meg tudod, ki parancsolik! Tudom, hogy apám szava a törvény! Megérdemelt büntetésed kapod. Szemtelenséget határtalan.
Most az fog megbüntetni, akinek megkegyelmeztél. Gyere ide, lázadó! Itt az ostor. Gyerünk rajta! Hallani akarom, hogy bocsánatot kérsz. Ha nem teszed, megbánod. Gyerünk, kezd el! Még? Addig is, míg azt nem mondom, elég. Gyerünk, kérj bocsánatot! Hadd hallják, hogy megbántad! Ordíts a fájdalomtól! Sírj! Sírj! Megparancsolom neked! Abba hagyni! Mit csinálsz? A király fiát vered? De felséget parancsolta! Tazazzétek meg! Ezért a bűnödért halállal lakolsz! Ne! Ne! Hallgass! És a fiam fog elítélni! Ne! Felséget parancsolta meg! Holnap reggel, te ítéled el! Gyorsan! Készülődjetek! Azonnal el kell menni! Itt nem maradhatunk! Azehet nagyon bosszú álló! Légy szíves! Anya, ne menjünk el! Ne menjünk el! Amellett, hogy nem tudtunk fájtálni, más sem! A fiam! A kisfiam! Ne nyúj hozzá! Ne nyúj a fiamhoz! Ne! 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 Engedd el! Hagyd békén! Ne! Engedd el! Ne, anya! Ne menj ki! Add vissza a fiaimat! Add vissza! Add vissza! Ne, anya, ne! Segíts! Ne! Szélek! Hagyd békén! Add vissza az öcsikémet! Hagyd békén! Segíts! Ne, segíts! Ne! Ti ketten gyorsan bújjatok el! Ne! Ne! Segítsünk! El. Az öcsikéid, rájuk gondolj, ne velem törődj, nekem már túl késő. Ne, anya, ne mondj ilyeneket, menni fog, majd én segítek. Már késő, abban segíts, hogy békében mehessenek. Mit tudsz te? Mindjárt erőre kap, és jobban lesz. Ha lenne egy kis víz. Ha csak az kell, de hidd el, nem elég. Anya, hallasz engem? Válaszolj, kérlek. Próbáld összeszedni magad. Ne hagyj magamra. A kicsik, gondolj rájuk. Jól vannak, és mind hazajöttek. Az átoknak vége, mind otthon vannak, és csak rád várnak. Gyerünk, anya, próbáld meg. Szükségük van rád, és nekem is. Tényleg otthon vannak? Igen, anya. Szegény nővérke, soha nem tudtál hazudni. Köszönöm, nagyon köszönöm. Igazat mondok, higgy nekem, otthon vannak és rád várnak. Ígérd meg, hogy mindent megteszel, hogy megtaláld őket. Esküdj meg, hogy egy nap ismét egy család lesznek. Ne, anya!
csak is te. Te vagy rá képes. Nem, együtt csináljuk. Te és én, amint jobban leszel. Csak próbálj meg hazajönni. Majd segítek. Lassan megyünk. Amint hazaérünk, mindent rendbe rakok. Minden úgy lesz, mint régen. Anya menni fog. Mondd, hogy igen, anya. Mondd, hogy igen. Beszélj hozzám. Beszélj hozzám, hadd halljam a hangodat. Kérlek. Elég, Alicia. Édesanyád ott van. Egy olyan világba távozott, ahol nincs szükség szavakra. Nem, öreg tölgy, nem. Most mi lesz velem? Egyedül. Nem vagy egyedül, nővérke. Ott vannak az öcsikéid, akik várnak rád. És van egy ígéreted, amit valóra kell váltanod. Igen, elmegyek Gázaredhez. Kiűzöm a kastélyból, és visszaszerzem az öcsikéimet. De ne most. Most csak sírd ki magad. Ne tard vissza a könnyeid, látod, még az éj is veled sír, és én is. Éld át a fájdalmat, Alicia, sírj, sírj, gyermekem. Esküszöm nektek, hogy ismét egy család leszünk. Bárhol is legyenek a kicsik, megtalálom őket. És visszaadom nekik a szabadságukat, amit elvettek tőlük. De ha tudtok, segítsetek nekem. Nem örökre búcsúzom. Hamarosan visszatérek. És esküszöm, hogy amikor visszajövök, nem leszek egyedül. Hogy tudod hozzámenni egy ilyen férfihoz, anyám? Nem volt más választásom. Legyőzte apámat. Engem pedig nőül vett, hogy bemutassam, mint egy háborús trófeát. Mint hatalmas erejének élő bizonyítékát. Ha nem mentem volna hozzá, kiirtotta volna a népemet. Te vagy az egyetlen jó dolog ebből a Fridgyből. De most elveszíthet. Soha nem ölöm meg azt a rabot. Tudom. Ezért kell elmenned. Minél előbb. Meneküljek el? Nem, nem félek tőle. De ő bármire képes. Még téged is megölne, ha nem engedelmeskedsz. Gyere velem, gyorsan. Milyen messze lehet ez a sötét völgy? Az öreg tölgy útmutatása nem elég. Például, most melyik a helyes út a kettő közül? Erre, nővérke, erre felé. Ki vagy te? Itt vagyok. Hol vagy? Itt vagyok, nem látsz? Itt vagyok. Hol bujkálsz? Nem bujkálok, itt vagyok. Itt vagyok. Nézz szét! Itt vagyok. Ezen a korhat farönkön. Megismerlek. Te vagy a legnagyobb öcsikém cipője. Igen. Miközben Azeret a gyerekeket a kastélyába vitte, az öcsikéid elhatározták, hogy levetett cipőikkel jelzik neked a helyes ösvényt. Én lennék az első. Az utat során még 9-szer fogsz találkozni. Így legalább megtalálom a gonosz varázsló kastélyát. Mindenképpen oda akarsz menni. Te nem szeretnél ismét az öcsém lábán lenni? Dehogy nem. Akkor magammal viszlek. Köszönöm. Ez az első alkalom, hogy mások cipelnek. Ha megtaláljuk a másik 9-et, meg is érkezünk. Gyorsan, Damien! Gyorsan! Öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Egy még hiányzik. Az ösvénynek vége, de én nem látom a kastélyt. Ha-ha! Ha-ha! Itt vagyok! Te vagy az utolsó. Ez azt jelenti, hogy megérkeztem. De hol a... Hogy hol? A domb túloldalán meglátod. Nem hiszel nekem?
meg! Oh. Gyorsan! Gyorsan! Siessd el, milyen király! Fel kell, messze kell járnunk! Anyám, jöjjön maga is! Nem hagyhatom itt a népemet. Én vagyok az egyetlen reményük. Ha elmennék, apád haragja ellenük fordulna. De megbünteti, magát fogja okolni. Azt tesz, amit akar. Cserébe boldog leszek. Mert tudom, hogy a fiam jó helyen van. Te mindig sokat álmodoztál. Ne add fel az álmaidat. És ha egyszer valóra válnak, és ha egyedül érzed magad, nézz erre a gyűrűre. Mindig viseld. Emlékeztetni fog, hogy lelkem egy darabja veled van. És mindig közel leszek hozzád. Nem akarom itt hagyni. Segíts nekem, anya. Védj meg. Nem félek, de ha velem vagy, bátrabbnak érzem magam. Hol vagy, Azaret? Hová rejtetted a kisöcséimet? Hol vagytok? Benneteket. Próbálj meg lejönni, szabadíts ki minket! Kérlek! Végre itt van, segíts! Nőmérke! Bántott benneteket? Minket nem, de téged és anyát. Anya otthon van, ne aggódjatok! Kiszabadítalak benneteket, és hazamegyünk! De hogyan és mikor? Ez csak a nővéreteken múlik. És azon mit hajlandó értem tenni? Ez a hála azért, hogy vendégül láttuk. Hogy megmentettük a vihartól. Édesanyám. Szegény édesanyám. Nagyon beteg volt, szegény asszony. De én a helyedben nem gondolnék többet rá. Látod, nővérke? Én a helyedben jobban aggódnék a kis testvéreidért. Már ha meg akarod menteni őket. Elég! Hagyja békén őket! Mondja meg, mit csináljak! A laboratóriumomat ki kéne takarítani. Azt akarom, hogy csak úgy csillogjon, villogjon. És ha jól végzed a munkádat, viszont láthatod a testvéreidet. Ha csak ezt akarja, vegye úgy, hogy készen is van. Nem szökhetett meg, gyalog. Nem olyan ostoba. Miért mondod, hogy megszökött? Lehet, hogy csak egyszerűen elment, mert itt már nem érdekelte semmi. Nem, elmenekült. Mert félt tőlem. Mert egy gyáva alak. Lehet, hogy elvitt egy lovat is. Egy sem hiányzik. Hol vannak a komédiások? Mi lett azokkal a förmedvényekkel? Ma hajnalban útnak indultak. És te? Mit csinálsz még itt? Eredj a nyomukba, fogd el őket és hozd vissza, fiam! Indulás! Azonnal itt legyen! Ez itt a palotám. Pókhálóznod kell, és port törölni. Felmosni a padlót, és rendet rakni a munkaasztalomon. De vigyázz, mert ezek varázsfőzetek.
ne nyúj soha hozzájuk, mert ez például eltüntet. Ez denevérré változtathat. Ettől pedig több mint egy hónapra mély álomba szenderülnél. És ha alszol, nem takarítasz. Ha nem takarítasz, nem láthatod viszont a kis testvéreidet. Ehhez rengeteg idő kell. Én ráérek. Mindent megkapsz, amire szükséged lesz. Seprűt. Rongyot? És egy vödröt. Mint látod, takarító eszközökben nincs hiány. A szemetet pedig ebbe gyűjtheted. Amint befejezted, leellenőrzöm. Próbálj meg sietni, mert el kell kezdenem a kísérleteimet. Természetesen, ahogy itt befejezted, menned kell a konyhába, hogy királyi lakomát készíts nekem. Megértetted? Igen. Próbálj meg ügyes lenni. Igen, igen, Azeret. Mindent megcsinálok, és gyorsan. Jól van. Nem bánod meg. Jó, nem vesztegetem az időmet, már is hozzákezdek. El a kezekkel! Mit keresel itt? El a kezekkel! Most dolgoznunk kell! Dolgozni? Ezt meg kimondta! Rám ne számítsanak! Ne, ne! Dehogy nem! Au, au! Engedj el! Tegyél már le! Kérlek, segítsetek! Felejtsd el! Semmi kedvem a padlóhoz dörgölözni! Tegyél le! Tegyél le! Tegyél le! Nem vagy valami kedves, de nem baj. Annyi baj legyen. Ha nem akarsz dolgozni, majd csinálom egy másik seprűvel. Kezdjük a lépcsővel. Megőrültél? Allergiás vagyok a porra. Szépen vagyunk. Értettem. Kezdem akkor a pókhálókkal. Ütött beléd, hogy tönkreteszed a házam. Csak takarítottam. És ha a te házadat tennék tönkre... De a hálótól koszos az egész mennyezet. Neveletlen! Nem csak tönkreteszed a házam, de sértegetsz is. Értettem. Mindannyian ellenem vagytok. Neveletlen! Soha nem végzek. Miért válunk szét? Megpróbáljuk összezavarni őket. Nem tart sokáig, de most egy perc is sokat számít. Úgy sem fog sikerülni. Nagyon sajnálom. Nem találnak meg, ne izgulj! Bíz bennem! Tessék! Láttad a húgom? Be! Befelé! Na! Abraká! Dábra! Fókusz! Fókusz! Tessék, nincs sehol!
Itt vagyok. Hova tűnt? Hogy csináltam? Sajnálom, de a trükköt soha nem fedik fel, nem? Gyere! Hát, ha eltüntettek, még rosszabb lesz. Mindent felgyújtanak. Jaj, ne légy ilyen borulátó. Meglátod, hogy rád is várnak még jobb napok az életben. Na, hadd nézzem a kezed. A tenyeremre van írva? Igen, minden rajta van. Csak tudni kell olvasni őket, és én nagyon ügyes vagyok. Na, lássuk csak. Ó, van itt egy nagy szerelem. Nagy szerelem? Szép lenne, ha most a szerelem érdekelne. Pedig a szerelem vonalad a legerősebb és legmarkánsabb. Fontos szerepet játszik majd az életedben. De mi ez itt? Látok egy lányt, akiben menthetetlenül beleszeretsz, még pedig hamarosan. Szerelmes leszek. Nem is gondolok rá. Nem érdekel. Ugyan! De tényleg látod a kezemből? Ki az és milyen? Miért kérdezed? Nem azt mondtad, hogy nem érdekel a szerelem? Hát, csak úgy kíváncsiságból. Jól van, megnézzük. Itt van. Várj. Látok egy barna hajú kislányt. De nem egyértelmű, hogy most mit csinál. Szökellések. Furcsa mozdulatok. Piruettek. Talán egy szirén. Nem, most a padlót sikálja. Fel kell? Egy percre sem pihen. Várj, tudom, biztosan táncos lány. Boldognak tűnik. Nagyon boldognak. De jó, minden ragyog. Ragyog? Ezt hívod te tisztaságnak? Ne, kérlek! De! Meg kell tanulnod, mi az az engedelmesség. Ugyanis ez az egyetlen jó dolog egy nőben. De itt soha nem végzek. Majd én eldöntöm, mikor vagy kész. Ebben a házban senki sem alhat. Maga sem. Még én sem. Én mindig ébren vagyok. Mindig ébren van. Ez az. Nem kell, hogy mindig fenn legyen. Hé, te! Igen, mindig fenn van. Itt a kastélyban soha senki nem alszik el. Így ez rád is vonatkozik. Hallottad az eredet? Dolgoznod kell. Ezt a nevéré változtat. Dolgoznod kell, megállás nélkül. Soha nem pihenhetsz. Itt nem szabad pihenni. Ez eltüntet. Azt tanácsolom, ne próbáld ki. Ez az minden megvan. Mozdulatodat figyelem percről percre, napról napra, hétről hétre, évről évre, anélkül, hogy lehúgynám a szemem. Te mit csinálsz, te? Ne! 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 De ne! Hagyd abba! Mit művelsz, te? Ez működik. Na végre. Sokáig tartott. Gyorsabbnak kell lenned. Bocsásson meg, Azeret, de még nem ismerem ki magamat a konyhában. Ígérem, gyorsabb leszek. Mit tettél a levesbe? Én? Semmit. Egy semmiből készült leves. Akarom mondani, semmi különöset. Csak azt, amit mindig használok. Répát, krumplit. De a recept titkos. A konyha is egyfajta laboratórium. Maga sem adná meg nekem a bájitalok receptjét. Én vagyok. Te vagy. Neked nem lehetnek titkaid.
Mit nézel? Csak tudni akarom, hogy ízlik-e, uram. Szóval? Nem rossz, de... De lehetne jobb is. Azon leszek. De most megyek visszatakarítani, mindent előről kezdek. Legközelebb jobbat csinálok. Nagyon finom. Tényleg nagyon ízlik. A leves fenséges. Már évszázadok óta nem ettem ilyen. Sikerült! Most megkeresem a testvéreimet. Nővérke! Nővérke! Gyere ide gyorsan! Siess! Mielőtt felébred! Gyere! Beszélnünk kell veled! Itt vagyunk! Dőzd hátra Azaretet! A szép háttáblájának! Ez egy csapda, Azaret. Nem dőlök be! Ne, kérlek, hidd nekem! Hogy bebizonyítsuk, hogy nem csapda. Elmondom, hogyan juthatsz el a kút mélyén lévő börtönbe. A páncérruhák folyosóján van egy lépcső, ami a börtönökhöz vezet. A kulcs a rács mellett lóg közvezet. A kulcs a rács mellett lóg. Jól van. De remélem, nem bánom meg. Ne! Ne! Gyorsan! Ügyes vagy, nővérke. És most? Itt vagyunk. Lehetetlen, hogy nem látsz minket. Gyerjek, gombold ki az indít. Engedj ki bennünket. Szabadíts ki minket. Engedj ki minket. Engedj ki minket. Gyorsan. Szabadíts ki! Jól van! Engedj ki! Szabadíts ki bennünket! Szabadíts ki! Gyorsan! Végre! Végre! Köszönjük! Köszönjük, nővérke! Köszönjük! Most így eljárt jól! Nem! Ne félj tőlünk! Azaret mennyasszonyai vagyunk! Még gyermekkorunkban hozott ide bennünket, és itt nőttünk fel szörnyű kastélyában. Rabszolgaként és fogolyként bánt velünk. És amikor nagykorúak lettünk, elvett bennünket feleségül. De még aznap, amikor a feleségei lettünk, sikerült megszerezni a fiatalságunkat úgy, hogy magába szívott bennünket. Ugyanezt teszi veled is. Rabként tart a kastélyában. Addig fogva tart, amíg meg nem nősz. És miután betöltöd a 18. életévet, feleségül vesz. Igen, és még aznap magába szippant, hogy elvegye a fiatalságot, ahogy velünk is tette. Látod, hogy milyen öreg, nem? Csak azt várja, hogy végre felnőj. Szabadíts ki! Ments meg bennünket, és magadat is megmented! De hogyan? Mégis mit kell tennem? Nézd, a terem végében van egy kincses láda. Gyorsan, menj és nyisd ki! Gyorsan, rajta fúst, nyisd ki! Nincs veszegetni való időnk! Menj! Menj! Ez egy varázstőr. Csak ez oldja ki Azaret életét. Rajta! Mire vársz? Fogd meg! Ragadd meg! Ne hagyd! Ez lesz az! És most gyere vissza! Rajta! Mire vársz? Gyere vissza! És most döbb a szívébe, pontosan a szívébe! Gyerünk, döbb bele, szúrd le, szúrd bele! Döbb a szívébe, nővérke, döbb bele, szúrd bele! Nem, nem tudom megtenni! Meg, tovább is! Várj, gyere vissza! Sehogy hagyjunk bennünket! Gyere vissza! Testvérkéim! Testvérkéim, hol vagytok? Itt vagyunk! Itt lent! Nővérke! Siess! Itt vagyunk lent! Segíts! Itt vagyok! Szabadíts ki minket! Itt vagyok, de ne kiabáljatok! A varázsló alszik, nehogy felkeltsük! Siess! 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 Már alig várok! Szabadíts ki bennünket! Végre! Köszönjük! Köszönjük! Nagyon hiányoztál! Most
most hova megyünk? Megint el. Ha sikerül egy olyan helyre, ahol mindig biztonságban leszünk. Hol van? Hogy hívják? Apa mesélt róla mindig. Ez volt az álma. Ő új világnak hívta. Mindig azt mondta, hogy a sivatagon túl van egy csodás hely. Ott nincs se rossz, se félelem. Elég alacsony. Innen ki tudunk ugrani. De hogy találjuk meg az új világot? Azt mondják, hogy aki igazán akarja, annak nem kell keresni. Ő az, aki magához hív, aki szólít. De most gyerünk, ugorj te először. Gyerünk, most te jössz. Gyere, nővérke, gyorsan! Gyere, gyorsan! Gyertek! Siessetek! Segítsetek neki, gyorsan! Kapjátok el! Csöndben legyetek! Gyerünk! Gyorsan, gyorsan, gyere! Ez az! Gyerünk! Gyorsan, gyorsan, gyerünk! Ez az! Gyerünk, fussunk gyorsan! Siessetek, mielőtt túl késő lenne! Már túl késő! Ne is próbálkozz! Utolérnek, siessünk! Igen. Gyorsan. Váljunk szét! Így engem követnek! Te vidd őket a sivatagon túl az új világba! Maradjunk együtt! Nem, a seprők úgyis engem akarnak! Menjetek, szaladjatok! Vigyázz, nővérke! Várunk az új világban! Nem menekülhet! Az egyetlen biztos hely az új világ, a sivatagon túl. Ott senki sem bánthat bennünket. Az apám csak azért leigázná, hogy megtaláljon. Nem. Minden rosszat kiűztek az új világból. Pozitív energia veszi körül, és ha bárki rosszat akar tenni a területén, az a visszájára sül el. Mintha a békeszigetén lennénk, ahol mindenki azt csinál, amit akar. Ez azt jelenti, hogy csak is a költészetnek és a zenének élhetek? Pontosan. Míg mi csak is az előadásainknak élhetünk. Akkor csapja lovak közé, tűzokádó. Most már nem érdekel a menekülés, csak az, hogy megérkezzünk. Semmi nem állíthat meg. Yeah. Segítség! Segítség! Segítsen valaki! Kérlek, hagyjatok békén! Vigyázz! Ez egy igazi boszorkányság, nem olyan, mint a miénk. Vigyázz, terület! Működik! Gyere, add a kezed! Jó. Téged kihívott, menjél! Kaphatod ti is! Csönd legyen! Na, hova viszel? Hova menjél? Úgy is elkapnak! Ugor fel! Remek volt, tűzokádó! Elintéztik őket! Ha egy igazi boszorkánysággal van dolgod, akkor használd ellene az egyik trükköd! Hova visznek? Nem megyek vissza Azarethez! Nem megyek vissza! Nem szépőrünk, kislány! Megőrültél, ők mentették meg az életet! Ne ijedj meg a külsőnktől! Kicsit furcsák vagyunk, de nem gonoszok! Szegényke csak zavarodott, de nem haragszik ránk. Biztosan szörnyű dolgokon ment át. Kérsz egy kis lepényt, vagy inkább szomjas vagy? Igen! Vedd el, így áll, így áll! Előbb így áll, te! Nem bízol meg bennünk. Azok után, hogy megmentettem az életedet. Akár egy kislány. Nem vagyok kislány. Bocsássatok meg. De ha tudnátok, mi mentem keresztül. A barátaid vagyunk. Nem kell félned. Mondd el, hogy mi történt. Hogy hívnak? Arisea vagyok. De mindenki nővérkének hív. Nos, keréknyomok. Nézd, de ott is vannak. És ott is. Szétváltak, hogy megtévesszenek bennünket. Melyiket kövessük? A sivatag felé vezetőt vagy a másikat? Az új világba akarnak eljutni. Előre! Yeah! És most nem tudom, hol vannak a testvéreim. Mi más tehettem volna? Jól tetted, hogy szétváltatok. Ha együtt maradtatok volna, a varázsseprők már elkaptak volna benneteket. Ha a sivatag felé vezető úton mennek, akkor úgyis találkozunk velük. Ne keseredj el, megtaláljuk őket. Tessék, itass fel a könnyeidet. A barátaid vagyunk, nem kell többé egyedül harcolnod. Amint Azarhet fel kell, a keresésem megindul, és visszajön. Ne aggódj. Majd én megvédelek. Megbízol bennem. Igen, persze. Ha nem jöttél volna.
Akkor mosolyog. Szóval a mi kis nővérkénk nem táncos lány. És nem is szirén, amit látom. Mindenki hibázhat, igaz, de milyen? Ne hülyéskedjetek! Miért kellett volna, hogy táncos lány vagy szirén legyek? Mert Damien sorsában... Elég ebből az ostobaságból! Ne hallgass rájuk, mindig csak viccelődnek. Mi rossz van abban, ha egy kicsit tréfálkozunk? Nem sírhatunk mindig. Gyere ide! Hadd nézzem meg a tenyered! Tényleg tud tenyérből olvasni? Megtalálom a testvéreimet! Azeret rám talál, eljutunk az új világba! Várj egy kicsit, egyszerre csak egyet! Nézzük ezt a tenyeret! Tudni akarod, mi van benne, de milyen? Ugyanazt a vonalat látom nála is! Hát tényleg, jó neki! Tűzokádó, kicsit felváltalak, már biztosan elfáradtál! Miért viselkedik így? Ki tudja, ne törődj vele! Nem érdekel, mi van a tenyeredre írva! Dehogy nem. Mi lehet olyan fontos? Egy nagy szerelem! Nyíj! Szóval, mit olvasod ki a tenyeredből? Ostobaságokat, mint neked. Ha olyanokat, mint nekem, azok nem ostobaságok. Ennyi problémával. Mit érdekel engem a szerelem? Engem sem érdekel. Akkor mi érdekel? Szeretek zenét szerezni, énekelni, hangszeren játszani és verset írni. Biztos nagyon jó. Még nem ismertem senkit, aki ezzel foglalkozna. Te mit szeretsz? Téged mi érdekel? Hogy szabad legyek, hogy megtaláljam a testvéreim, és hogy új életet kezdhessek velük. Igen, de úgy értettem, hogy téged személyesen. Nem tudom. Még soha nem gondoltam csak magamra. Mindig a többiek voltak az elsők. Akkor gondolj most. Nagyon nehéz. Nem tudok mire gondolni. Biztosan van valami, amit szívesen csináltál volna. Ha nem lenne Azeret, ha minden rendben lenne, ha lenne, aki a testvéreiddel törődik, és neked csak magadra kellene gondolni, akkor... Akkor szeretnék. Szeretnék. Nem tudom. Nem tudok semmire gondolni. Lehet, hogy nem érdemlek semmit. Lehet, hogy arra születtem, hogy dolgozzak, fát vágjak, főzzek, takarítsak. Nem, csak nem vagy hozzászokva, hogy a szívedre hallgass. Én mindig ráhallgatok. Miért? Beszél hozzád? Igen, mindig. Most is. És mit mond? Nem hallod? Mert túl messze vagy. Gyere közelebb, és hajtsd a fejed a vállamra. Innen biztosan hallani fogod. Így? Nem hallok semmit. Akkor elmondom én neked, hogy mit mond. Te maradj így, jó? Biztosan tudom, hogy szeretnéd a lovakat hajtani. Nem igaz, még soha életemben nem csináltam. Nem, akkor fogd a gyeplőt, könnyű. Félek, nem tudom, hogy kell csinálni. Együtt tartjuk őket. Látod? A lovaknak érezni kell a féket és a buzdítást. Ha balra akarsz fordulni, húzd jobban ezt. Ha a másik irányba, akkor a másikat. Látod? Érezned kell a lovakat, és ők is éreznek téged. Tényleg? Ez hihetetlen! Most csattints egyet a gyeplővel, mintha ostor lenne! Gyorsabban! Látod, egyre gyorsabban! Tudod, még soha nem éreztem ezt az érzést. Nagyon élvezem, nagyon tetszik. Csodálatos! Gyí! Gyí! Látod, hogy a szívem megsukta az igazat? Végre sikerült megnevettetnem téged. Édesanyámtól csak ez a gyűrű maradt. Az én anyukám mindig itt van velem. Nincs szükségem semmire, hogy emlékezzek rá. A tiéd azonban még él, így ha van tőle valamid, az csak jó. Mert te még viszont láthatod. Én az enyémet már nem láthatom. De nem is kell, mert itt él bennem. Egy gyűrűje nem érne fel ezzel. Na nem, mintha bajom lenne a tiéddel. Tudod, hogy egyszer találkoztam az apáddal, a királlyal? Akkor érted, hogy miért jöttem el. Igen. Bocs, nem neked szólt. Csak az öcséimre gondoltam. Ha tudnád, hogy irigyeltek, mennyire szerettek volna a helyedben lenni. Nem, mintha most jobb dolguk lenne szegényeknek. Most pont olyanok, mint te, ők is menekülnek. Most már nincs különbség köztetek. Persze, neked ott van a gyűrűd. Mi a bajod a gyűrűmmel?
Miért nem veszed fel? Ne, ne vedd le, nekem csúnya a kezem. Föl. Nem. Várjatok itt! De milyen? Hova szaladsz? Hova futsz? Megtámadtak bennünket? Mi történt? Nem, de milyen elvesztette a gyűrűjét. De milyen? De milyen? Hol vagy? Damien! Várj meg! Hogy tudott itt átjutni? Damien! Itt vagyok, Len! Nézd! Damien! Ez mese szép! Még soha nem láttam ilyen helyet. Gyere, ülj ide mellém, Alicia! Azt mondtad, Alicia? Furcsa ezt hallani. Csak az édesanyám hívott így néha. Mindenki más nővérkének hív. Én viszont szeretnélek mindig így szólítani téged. Az egyetlen akarok lenni, aki így hív. Miért? A nővérke nem tetszik. Eddig, akik nővérkének hívtak, mindig akartak tőled valamit. Hogy tegyél az érdekükben valamit. És te nem akarsz tőlem semmit. Csak azt, hogy maradj mellettem, mint most. Életem végéig tudnék élni ilyen helyen. Én is, Damien. Itt nem történhetne velünk semmi rossz. Érzem. Megtaláltad? Nem is csúnya a kezed, ahogy mondtad. A sok takarítás és sikálás miatt... Nekem gyönyörű. Megszomjaztam, igyunk a kútból. Ne! Így áll a tenyeremből, Alicia. Ne! Ne tedd, ha nem szereted igazán. Ez az én forrásom, és jól ismerem az erejét. Elnézést, kisasszony! Nem láttuk, és nem tudtuk, hogy a forrása magáé. Nem küldelek el benneteket. Ha akartok, igyatok csak belőle. Már régóta nem járt erre egy lélek sem. És én örülök, hogy ti erre vetődtetek. Olyan eldugott ez a hely, hogy soha senki nem jár erre. Így mindig egyedül vagyok. Csodaszép. Szerencsés, hogy ilyen helyen élhet. Ne, ne csodálkozzatok. A nap visszatükröződéséből születtem. A növényeken csillogó reggeli harmat leánya vagyok. Ennek a varázsforrásnak a szelleme. A jóságos szelleme. Ennek a varázsvíznek a szelleme. Ez varázsvíz? Mi a varázs ereje? Megóvja az igaz szerelmet. Ha egy szerelmes pár iszik ebből a vízből, méghozzá egymás tenyeréből, akkor senki nem választhatja szét őket. Akkor én szeretnék a tenyeredből inni, Alicia. Én pedig a tiédből. Így áll, mert örökre szeretni akarlak. De vigyázat! Ha egyikőtök nem szerelmes igazán, akkor az ellenkezője történik. Egész életetekre különváltok. Jól gondoljátok meg, mielőtt isztok. Nem akarom, hogy bármi rossz történjen veletek. Olyan kedvesek vagytok. Ez alkalommal tényleg a szívedre kell hallgatnod. Nem kételkedem benne. És te? Én sem. Ha őszintén szeretitek egymást, a forrásvize örökre megóvja szerelmeteket, és boldogságotok az enyém is lesz, mert imádom a boldog szerelmeket. Hová tűnted el? Demien! Köszönöm! Soha nem felejtem el ezt a helyet. Tudod, mit jelent ez? Hogy Azeret soha nem talál rád. És rád sem az édesapád, mert senki nem választhat el bennünket. Nézd, ott vannak, azok ott a mieink a kocsikkal. Megelőztek bennünket. Innentől együtt tesszük meg az új világba vezető utat. Sikerült megtéveszteni őket. Nem is lehetett volna másképp. De sajnos igen, nézzétek! Jaj, ne! Csapja lovak közé, vágtázzunk! Kerítsük be őket szorosan! Nem katonák, mint mi. Nem sikerülhet nekik. Gyorsan, gyorsan álljunk körbe!
kurdok emberei! Meg kell védeni magunkat! Ne tévesszenek meg benneteket a trükkjeik! Indulás! Azt mondom, hogy egy kis trükkkel féket tarthatjuk de őket! De meddig? Nincsenek fegyvereink, még nyilaink sem! Vigyázz! Ki mondta, hogy játszunk, ne? Sikerül, Alicea! Nem nyerhetnek, mert nem választhatnak el bennünket. Igen, igaz. A forrás szelleme azt mondta, hogy senki nem választhat el bennünket. Gyorsan! Ledöntötték a barrikádot! Vigyázzatok! Nem menekülhetnek! Oh! Háromnak annyi! Nem tudtok betörni, soha nem kaptok el! Én is harcolni akarok, melletted maradok, nem választhatnak el! Vissza! Figyelem! Nézd, hogy megfutamodta, tényleg megmenekültünk. Elég legyen. A katonák fegyverei nem elegendők egy ilyen mindenhájjal megkent népséghez. Azt hitted, megszabadulhatsz tőlem? Nem. Nem vihetsz vissza Azaret. Nem választhatsz el Demientől. Valóban? Igen, mert szeretem őt, és ő viszont szeret. Így senki nem választhat el bennünket. Akkor egyik őtök nem szereti eléggé a másikat, mert én közétek állok. Nehogy hozzájuk merjen érni! Ez meg miféle varázslat? Nem csinálhattok semmit. Nem tudok mozogni! Kővé dermedt a lábam! Vigyétek csak vissza a hercegeteket! Ne! Alicea! Ne! Engedjék! Ne! Hagyjátok! Demiet! Demiet! Miért nem szeretsz már? Hagyjatok! Engedjék el! Alicea! Demiet! Ne! Demiet! Demiet! Alicea! Ne! Engedjen el! Demiet! Ne! Szerelme nem olyan erős, hogy összetartson benneteket. Térjészhez! És gondolj a testvéreidre. Igen, ismét nálam vannak. Mit vártál? Én továbbra is szeretlek! Nem tarthattok távol tőle! Alicea! Itt vagyok! Vigyázz, Demiet! Megmentelek! Újra együtt lesz! Ne! 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 Nem tartozol hozzá! Felejtsd el! Jé! Nővérke, nővérke! Épp hogy megérkeztünk a sivatagba, amikor hirtelen megjelent. Nyugodjatok meg! Most már én is itt vagyok. És nem engedem, hogy bántson titeket. Nem hiszed, hogy büntetést érdemelsz? Már eléggé megbűnhődtem. Látni, hogy de milyen irántam érzett szerelme nem olyan erős, mint ígérte. Ez az én büntetésem. Ez nem elég. A magam módján büntetlek meg. Az öcsikéid soha nem nőnek nagyobbra. Kisfiúk maradnak örökre. Anyám! Anyám! Jaj, kisfiam! Sajnálom. Nem tudtam megállítani. Még a szobámból se jöhetek ki. Azt mondja, hogy úgy tartja fogva, mint egy rabot. Igen. Pontosan ezt. Ez a büntetésed, Demien. Édesanyád semmilyen indoknál fogva nem hagyhatja el a szobáját. De ha mégis kijönne, hűséges őreimnek megparancsoltam, hogy azonnal öljék meg. Anélkül, hogy megkérdeznék az okát. Büntessen engem, ne őt! Egyedül te mentheted meg. Azon a napon, amikor olyan durva, hősies és kegyetlen harcos lesz belőled, amilyet én akarok, csak azon a napon lesz szabad anyád. Mit értél el ezzel az ostoba szökéssel? Nem mentetted meg a testvéreidet,
Sőt, csak rontottál a helyzetükön. Azt hitted, megtalálod a szerelmet? Szerelem. Szegény, csalódott kislány. Hogyan is gondolhattad, hogy egy fiatal herceg valóban beléd szeret? Ha szerelme igaz lett volna, akkor én sohasem állhattam volna közétek. Elég! Elég! Ne kínozzon tovább! Mindent megteszek, hogy kiszabadítsam a testvéreimet. Semmi más nem érdekel. Nagyon helyes. Engedelmeskedj és légy alázatos. Amint meggyőztél irántam érzett hűségedről, szabadon engedem a testvéreidet. Megígérem. De most pihenj és aludj. Mert holnap az egész kastélyt ki kell takarítanod. Megteszem. Tiszta lesz. Most csak az alvásra gondolok. Aludni. Aludni. Ó, forrás szelleme! Igaza volt. Nem kellett volna örök szerelmet fogadnunk. Elválasztottak bennünket. De milyen nem szeretett eléggé. Nem, nem így van, Alicea. Ne sérj. Fordulj meg, és nézz a hátad mögé. Alicea! Alicea, a szerelmem! De milyen? De milyen? Ó, de milyen? Szerelmem! Miért nem szeretsz többé? Mondd! Soha nem kételkedtem irántad érzett szerelmemben. Jó ezt hallani, legalább álmomban. De én is álmodom. Ez az én álmom. Nem, az enyém. Ugyanazt álmodjátok. Igen, mindketten álmodtok, mert a szerelem még összeköt benneteket. Nem igaz, hogy egyikőtök szerelme gyengébb a másikénál. Szeretitek egymást. Túlságosan is. Akkor miért tudtak elválasztani bennünket? Csak a fizikai létben vagytok külön, mert a felett nincsen hatalma. De lélekben együtt vagytok. Ezért tudtok találkozni álmaitokban. Már azt hittem, hogy nem szeretsz többé. Én is kételkedtem benned, de most már örökre együtt lehetünk. Ismét elszököm. Én is megpróbálok túljárni Azareth eszén. Nem. Nem lehet. Az öcseim miatt. Nekem sem, anyám miatt. Szerelmünk reménytelen forrás szelleme. Nem, nem igaz. Mindig van remény. Csak idő kérdése az egész. Persze, el kell tennie néhány évnek, hogy Kurdok szabadon engedje Diomirát, és Azareth visszaadja az öcsikéidet. Csak ha ez megtörténik, találkozhattok újra. Évek? Hány év? Félsz, hogy idővel szerelmed nem lesz olyan erős? Nem, az enyém nem. Nem, az enyém sem, kedves szellem. Segíts nekünk, kérlek. Igen, segítsen nekünk. Segítsen nekünk. Jó, segítek nektek, mert ti vagytok az egyetlen barátaim. Mindent megteszek értetek. Figyeljetek jól. Teljen el 7 esztendő, és pontosan 7 év múlva, ezen az éjjelen, ismét találkozhattok álmotokban. Pontosan itt, a forrásomnál. Természetesen csak akkor, ha még mindig szeretitek egymást. Igen, ezen az éjjelen, 7 év múlva itt leszek. Én is szerelmem. 7 év múlva. 7 év múlva, barátaim. 7 év múlva. Ez rengeteg idő. Ne sírj. Ne roncsuk el ezt az álmot könnyekkel. Igazad van, nem szabad bánkódnom. Az álom emléke segít elviselni ezt a hosszú időt. Tudván, hogy ismét találkozunk, gyorsan eltelik. Egy pillanat alatt elröpül. Szoríts! Szoríts erősen! Mi történik? Mi történik? Magukkal visznek! Nem! Nem akarom, hogy elmenj! Nem tehetek semmit, felébresztenek! Ne kelj fel! Kérlek, szerelmem! Ne tedd! Kérlek! Nem! De milyen? Nem akarom! Nem! Nem akarom! Szerelmem! Nem! Kelj fel! Kelj fel! Gyerünk! Kelj már fel! Nyisd ki a szemed! Nem! Nem akarok felkelni. Gyerünk, eleget aludtál. Kezd el az edzést.
Mint tudjátok, ez a szökőkút egy természetes kút körül épült. A kút hihetetlenül mély. Azt mondják, hogy az alja a bolygó középpontjáig ér. Apám, ezt csak Mende mondta. Mesebeszéd. Akkor jó, mert így könnyebb lesz a feladatod. Add ide anyád gyűrűjét. Nem. Elég rosszul kezdődik. Így mutatod ki engedelmességed? Csak akkor állsz készen seregem vezetésére, ha ezt a gyűrűt visszahoztad. Most menj! Próbáld megkeresni. De soha nem fog menni. Edzenem kell a testemet, nem tudok leúszni a föld közepéig. Tudom, hogy nem tudod megcsinálni, de próbáld meg. Kezdj hozzá! És ha nem tudod megcsinálni, értem, vagy magad miatt, gondolj anyádra. Csak akkor bízom seregem vezetését Damienre, ha sikeresen teljesíti ezt a feladatot. Csak is akkor méltó, hogy átvegye a helyem. Nem sikerült. Nem találtam meg apám. Már is feladod? Próbáld meg újra. Menj egy kicsit mélyebbre. Mélyebbre! Mélyebbre! Itt a gyűrű. Engedje szabadon az anyámat. Most már jogod van ezt a gyűrűt hordani. Most már a tied örökre. Senki nem veheti le róla többi ezt a gyűrűt, fiam. Az ajtó nyitva. Szabadok vagytok. Hál a nővéreteknek. Most mozogjatok. Szaladjatok fel megölelni. Rajta, vagy patkánnyá változtatlak. Nővérke, szabadok vagyunk! Itt vagyunk! Nővérke! Hol bujkálsz? Gyere! Szabadok vagyunk! Igen! Azeret kiengedett bennünket. Nézd, nővérke! Hát persze, igen, éreztem. Különleges nap ez a mai, és nem csak azért, mert kiszabadultatok. De jó szabadnak lennél. De nagy lettél. Jó lenne. Még egy év. Alázatosság és engedelmesség. És az öcsikéid felnőhetnek.
Most, hogy anyám szabad, végre ismét magammal foglalkozhatok. És ha egy év múlva a sereg vezére leszek, Lustosz, elvehetem a nőt, akit akarok. Jövendőbelidnek, rangodhoz illőnek kell lennie. Ó, én már régen választottam. És ma éjszaka megtudom, hogy még mindig szerete. Ma éjszaka végre ismét alkalmam lesz látni őt. Akkor el kell menned a palotából. Segítsek? Nem. Igen, segíthetsz, de nem abban, hogy kiszökjek. Gyere. Elmondom, hogy mit tegyél. Csak állj őrt. Tudod, az ajtó előtt, nehogy valaki felkeltsen. De ha egész éjjel alszol, hogy találkozol vele? Emiatt ne aggódj, Lustosz. Tudom, hogy találkozzam vele. Te csak figyelj éberen, és ne engedj be senkit se a szobámba. Rendben. Egész éjjel fennlennék, hogy benneteket nézzelek. De ma este nem lehet. Évek óta erre a pillanatra várok. Ezen a találkozón mindenképpen ott kell lennem. Segíts, hogy átaludjam az éjszakát, és hogy senki ne keltsem fel. Kíséri oda, ahol Damien vár. De ha nem lesz ott, kérlek, azonnal ébresz fel. Míg egyedül nem maradok, hogy elsírjam bánatom. Segíts aludni. 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 Itt vagyok, álmaim forrása. Visszatértem, és remélem, nem leszek egyedül. Mondd meg, eljön hozzám. Alicia! Damien! Itt vagyok! Damien, eljöttél, visszatértél hozzám. Miért kételkedtél? Mondtam, hogy visszajövök. De te olyan vagy, mint régen. Nem öregedtél semmit. Te vagy az, aki megmaradt kislánynak. Nem. Én nővé értem. Te maradtál olyannak, ahogy megismertelek. Te is ugyanolyan vagy, mint régen. Belőlem viszont ifjú harcos lett. Úgy tűnik, nem látjuk a valóságot. Talán varázslat áldozatai vagyunk. Biztosan varázslat. Lehet, hogy nem is így van, Damien. De hát te sem ölelsz meg. Az a lényeg, hogy itt vagy. Igen, igen. Hogy maradhattam volna távol? Csak ez számít. Te is itt vagy. Vagyis még mindig szeretsz. Talán kételkedtél benne. Ó, nem. Hogyan tudnék a szerelmed nélkül élni? Ó, Alicia. Mindig is szerettelek. Ez az érzés nem szűnt meg. Te is minden pillanatban a gondolataimban jártál. Akkor miért nem látlak olyannak, amilyen vagy? Miért nem látom én sem a valós énedet? Ne keseredjetek el, barátaim. Természetes, hogy így van. Most valóban találkoztok. De továbbra is csak álmotokban. Álmaitok pedig fantáziátok szüleménye. És mindketten saját álmotok szereplői vagytok. Miért látom Damient gyerekként? Mert ez az egyetlen kép Damienről, amit ismersz. Nem tudod, hogy most felnőttként hogy néz ki. Nem él benned egy felnőtt kép Damienről. Csak is így álmodhatsz róla. De nyugodj meg. Még mindig szeret, és csak ez számít.
ugyanezt történik velem. Persze. Igen. Te is csak azt az Aliceát látod álmodban, akit megismertél. Akit utoljára láttál a valós életben. Akkor te nekem mindig kislány maradsz. Te is nekem. De ettől ugyanúgy szeretlek. Ez azért van, mert csak álmunkban találkozunk. A valóságban is találkoznunk kell. De nekem csak egy év múlva jó. Nekem is. De egy év múlva már a seregem vezére leszek, és akkor... Akkor azt veszek el, akit csak akarok. Jó, de ha egy év múlva már nem szeret. És te? Te is elfeledkezhetsz rólam. Ugyan már. 7 év várakozás után most még egy év megrémít benneteket. Adok nektek egy újabb álmot. Egy év múlva, ugyanezen az éjjelen, ismét találkozhattok. És ha itt lesztek mind a ketten, azt jelenti, hogy még mindig szeretitek egymást. Egy év múlva. Csak egy év. Mi az az egy év? Pillanatnyi sóhajnak, vidám nevetésnek tűnik majd. Viszlát! Én itt leszek, szerelmem. Ezek után mit számít egy újabb év? Én is itt leszek. Nem kell tudnom, milyen vagy ahhoz, hogy szeresselek. Fogd ezt a gyűrűt, szerelmem zálogaként. Egy év múlva visszahozom neked, szerelmem. Ne! Ne kelj fel! Ne kelj fel! Ne kelj fel, szerelmem! Ne! Nem! Nem akarok elmenni! Mit csináltok itt? Szép dolog kihallgatni az álmomat. Beszéltél álmodban. Azt mondtad, Demien, Demien! Ki az a Demien? Oh. Aztán megölelted a párnát, és azt mondtad, csókolj meg, szerelmem. Nem. Ugyan már, nem így van. És nem is adtam neki csókot. Álmodtál? Igen, de olyan volt, mintha igaz lenne. Szép álom volt? Igen, az, csodálatos. Azt álmodtam, hogy szabadok és boldogok voltunk, és mindannyian az új világba mentünk, ahol nincs rossz, és ahol mindenki szabad és boldog. Ide megyünk hamarosan mi is. És de milyen? Ne bolondozzatok. Ide nézd, nézd, mit találtam. Egy gyűrű. Értékes. Nagyon értékes. De hogy került az ágyadba? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem csak álmodtam, és hogy Demien valóban szeret. Igen, szeret. Szeretitek egymást. Csak hogy egy év múlva hozzám jössz. Soha nem látod viszont a te Demienedet. Mert ez megakadályozza, hogy álmodj. Pontosan egy év múlva, amikor találkoznod kellene a nagy szerelmeddel, nem tudsz majd róla álmodni. Demien egyedül marad az álmok forrásánál. Még ha el is jönne megkeresni téged, soha nem talál rád, mert itt leszel, bennem. Alicia! Alicia! Itt vagyok! Jövök! Itt vagyok, Azalet. Csak úgy sugárzol. Gondolom azért, mert annyi idő után ismét a testvéreiddel lehetsz. Így van. Ez az egyetlen örömöm. Látod, hogy végül valóra váltottam az álmodat? És most te jössz. Légy engedelmes még egy évig, és én megengedem, hogy szeretett öcséid megnőjenek magasra, erősnek és szabadnak. Köszönöm, Azalet. Kocintani akarok veled. Akkor ígyunk az öcséimre. Nem.
Igyunk az álmokra. Azokra az álmokra, amelyek valóra válnak. Akkor az álmokra? Igen. Az álmokra, amiket soha többé nem álmodsz, nővérke. Hehehehe.